Óriási áldás az, hogy gyülekezetben vannak Istentől megáldott erős családok. Ma egy hete Szilágyból a leggazdagabb emberénél ebédeltem. Tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert a falu leggazdagabb embere. Azért, mert 8 gyerekük van. És velük ebédeltem. És én voltam náluk sok évvel ezelőtt, amikor ezek a gyerekek kicsik voltak, és láttam a kimerült szülőket. Most meg láttam ezeket a serdülő fiatalokat. A fiúk mind Angliában dolgoznak, most hazajöttek. És az apuka könnyek között mondta, hogy tudod, azért 7 fiút meg egy lányt etetni, azért kihívás, főleg mikor kamaszodnak. De könnyek között mondta, tudod, micsoda öröm, mikor látjuk azt, hogy most ők jönnek és szolgálnak és segítenek. És akkor az apuka hirdette, hogy ma este szeretett vendégség lesz. Utólag tudtam meg, az Angliából hazatért 5 fiú úgy döntött, hogy megvendégel a gyülekezetet. És ott volt mindenki lehet. Nagy örömbe pizzázott. Érdekes volt ezt látni. Az erős családokban nagyon nagy áldás van. Ha nem élnek vissza azzal, hogy mi sokan vagyunk, erősek vagyunk, és nem írja Isten akaratát fel a család érdek, hanem készek beállni és szolgálni.